Szeretettel köszöntelek benneteket, mint végzős óvodásokat, és én azt szeretném most nektek kívánni, hogy ezt az itt eltöltött időt templomban töltsétek békességben, és Jóisten kegyelmében és szeretetében. És akkor most álljunk föl mindannyian, az evangéliumunkat olvassuk. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Miután Jézus a Jordán vidékén tanított, kisgyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye a kezét. A tanítványok azonban elutasították őt. Amikor Jézus ezt látta, megrúgta őket és így szólt. Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek. Ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, az nem jut be oda. Aztán ölébe vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. Ezek az evangéliumi. Áldjon téged, Krisztus! Nyugodtan foglaltak a helyet, egy pár gondolatot hagyosszak meg veletek. Véget ért az óvoda. Jön a nyár. Lezárják szakasz a ti életetekben is. És kezdődik az isi, az iskola, ahova anyuka vagy apuka beiratotod a benneteket. És az evangélium azért is szép, mert Jézus mindig szereti a gyermekeket. Mindig szeret titeket is. Mindig ott van mellettetek is. És ahogy otthon kísértek bánkát az óvodába, az anyuka vagy az apuka kézen fogva vigyázott rátok, az óvónéni benneteket őrzött, gondozott, az ő szeretetével körülvett benneteket. Most mi így fogunk majd átadni benneteket. Ők így adnak át benneteket az iskolába. Hogy ott is ugyanezt, amit itt megtapasztaltok, az elmúlt években belül megőrizzetek a szívetekben, azt tovább tudják adni az iskolába. Amit megtanultatok, amit tanultatok, azt most kamatoztatni fogjátok és tudjátok, de hogy mindig több gyümölcsöt hozzatok. És soha ne izguljatok a Szentlélektől, akit ti galamb képében ismertek, az mindig megsegít benneteket. Tőle mindig kaptok kegyelmeket, erőt, szeretetet. Olyanok vagytok ti, mint egy kis gyümölcsfa. Mindannyian ilyenek voltunk, kis gyümölcsfák, akiket öntözgetni kellett, akiket metszegetni kellett, hogy sokat termelő gyümölcsfák lehessen. Tele sok-sok ajándékkal, ugyanúgy szüleitek, óvónénitek és mindannyiunk számára. Tehát a Szentlélek az mindig ott van a ti életetekben, és a mi életünkben is. Minden nehézségben hangsúlyozom a szülőknek, minden problémában. Bátran fordulhatok hozzá, bátran imádkozom együtt a család. Amit majd tudtok kapni, gyertyákat, azokat mindig gyújtsátok meg, és mindig bátran, majd este, napközben letérdeltek álljatok mellé, és tudtok imádkozni az Atyához. Én ezt kívánom nektek, ezt kívánom a szüleiteknek, hogy ezt a szülők is adják tovább, és a szülők soha ne ijedjenek meg, a Szentlélektől mindig megkapják a kegyelmet, az ajándékot. Lehet, hogy nem úgy, ahogy azt ti önök elképzeli, de mindig a hiszek benne, hogy mindig azt az Isten jóra, jóra fogja alkotni, jót fog belőle kihozni. Ti is ugyanígy, amit megtapasztaltatok, amit hoztok az óvodából, vigyétek az iskolába, nagy-nagy szeretettel, és amit kaptok az óvónénitől, azt a szeretetet, azt is adjátok tovább egymásnak. Fontos az, hogy amit megtapasztaltatok magatoknak, magatokban, azt tovább adjátok egymásnak. Ez a mi hitünk lényege, hogy ezt az örömet, ezt a szeretetet át tudjuk adni a többieknek is. És én ehhez kívánok nektek mindannyiótoknak sok-sok erőt, sok-sok boldogságot és sok-sok örömet és kitartást az életetekben. Új élet kezdődik, ősztől az
iskola ideje, ahol tanultok, még jobban okosodni fogtok, még jobban bölcsebbé váltok, és ezáltal lesznek örömeim a szüleiteknek. Tehát én ezt kívánom nektek, fogadjátok szeretettel, vigyétek haza az iskolába, és legyetek mindig jó, és a Szentlélektől mindig kapunk kegyelmet az életünk minden frontján, és soha nem felejtjük el, ezt is soha sem felejtjétek el. Amen. Napok és csillagok, színesen a nyugtatok, és gyengek Mert ez idáig ő fogták, ezeket ők kezdték.
Védj meg minket minden veszedelemtől. Kérjük, hallgass meg minket. Te irányítsd életünket és nevelésünket. Kérjük, hallgass meg minket. Add, hogy bölcsességben, korban és kedvességben növekedjünk atyád és szüleink előtt. Kérjük, hallgass meg minket. Segíts meg korunk minden gyermekét. Kérjük, hallgass meg. Add, hogy jóságod ajándékaért hálát adjunk te neked. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg szüleinket, barátainkat és minden jótevőinket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, te a kisgyerek ajkáról fakasztottál nevednek dicséretet. Tekints jóságosan ezekre a kisgyermekekre, akiket az egyházat hite jóságodba felajánl, amit a szűztől született fiat szívesen fogadta a gyermekeket, átölelve megáldotta őket, és ezzel mindenkinek követendő példát adott. Úgy árazd, Atyánk, ezekre a gyermekekre áldásodat, hogy amikor felnőnek, az emberek között mutatott jó magatartásokkal, a Szentlélek erejének közreműködésével Krisztus tanúivá váljanak a világban, és terjesszék és védelmezzék a hitet Krisztus, ami Urunk által. Amen. Megáldálhatnak meg a szentelt vízzel. Ez a szentelt víz emlékeztessen benneteket a keresztségre, Krisztusra, aki kereszthalálával, szenvedésével és föltámadásával megáldott benneteket. Az Úr Jézus, aki szerette a gyermekeket,
áldjon meg titeket, és őrizzen meg szeretetében az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem bár ide már, játék, mese bár.